Üdvözlök mindenkit, Necrocrime vagyok, ja, jön, hogy a formáljunk XP-t Warframe-ben 2017 Edition, talán 18, hogyha a Warframe addigra nem változik meg szignifikánsan. Úgyhogy egy nagyon jó módszer, igazából én is a klántársaimtól tanultam, úgyhogy köszönöm szépen srácok. Egy nagyon hatékony módszer, gyors módszer, az az igazság, és ami a legjobb benne, hogy nem kíván meg specifikus Warframe összeállításokat, tehát itt most Warframe XP-zésről beszélünk, és akár fegyveri XP-zésről is, ha arról van szó, még pedig úgy, hogy nem kellenek hozzá kifejezett Warframe setup, hogy ez most csak így és csak úgy, mint például Szedna Beretia, mert ugye nagyon sokan öm, még mindig megeshet, hogy jártok Szedna beretia ami egy nagyon jó XP forrás, de hogyha gyorsan akarunk öm, fejlődni, akkor oda egy ilyen öm, csapat kell, aki konkrétan úgy végzi a dolgát, ahogy végzi. Nos, de léteznek jobb módszerek, és nem azt mondom, hogy ez lesz talán a legkevésbé macerásabb, de egy a jól átgondolt keretek között nagyon hatékonyá tud válni. Nos, először is elmondom, hogy hol van a pálya, tehát a pálya Uranus asszúról van szó, egy infested pálya lesz, tehát az egyik pozitívum az az, hogy feléd jönnek az ellenfelek. Nos, mi kell még ahhoz, hogy rendesen XP-zni tudjál? Ott kelleni fog még a Naramon iskola, annak is az első passzív ága ki legyen húzi, ami extra affinitást ad. Uh, ha ki tudod húzni maximumra, az is jobb. Nekem például még nincs ki húzni maximumra, csak első szintre, mert a shadow steppet fontosabbnak tartottam. Szóval um, első szintre van kiúzott 15% XP-t ad uh, extra extrába, az is jó. Továbbá jó, hogyha van egy smith a kavatod, mert az is rádolgoz extrán az XP-re. Nos, a módszer a következő. Tök mindegy, milyen Warframe-et viszel, de legyen nálad egy jó kard, uh, mit tudom én, bár, bármi kard, Amivel szeretsz um, darálni, ez működik szólóban is, és működik csapatban is. Csak a lényeg az, hogy annak az embernek, aki a Warframe-et XP-zi konkrétan, annak kell ölnie, annak, akik pedig fegyvereket xp azoknak pedig nem kell ölniük, hanem inkább benmaradni, ugye a magának a xp az ölős warframe az 50 méteres körzetébe, az Affinity körzetébe azért, hogy a fegyvereket húzza, és ugye ez ilyen win-win, aki a fegyvert húzza, az is nyer, és aki xp az is nyer, mert ugye az öl, és ezáltal fejlődik Öm, gyorsabban. Na most, hogy mindezt még ö, meggyorsítjuk egy kicsit, hogy még gyorsabban jön az XP, konkrétan itt láthatjátok a videóban, ö, 20 szintre 20 perc alatt, tehát percenként egy szintet tud lépni ezzel a módszerrel, amit most fogok felsorolni, a warframe -et. Tehát jó, hogyha van egy affinity boostered és mindemellé, tehát egy háromnapos affinity booster az 40 plot. Igen, tudom, 40 plotot nehéz szerezni, de mindjárt átérek a lényegre. Tehát megvan. A smita kavatod, megvan a 40, a 3 napos Affinity Boostered, és a Naramonnak az első passzívja, ki van húzva extra XP-kel, így ezen a szinten konkrétan um, percenként fogsz lépni szintet, és 20 perc alatt egy ki tudod húzni 20 a warframe et úgy, hogy te vagy az xp -zős. Jó, hogyha mennek még hárman veled, mert akkor még több mob jön, ugye már de szólóban is el tudod játszani, Itt egy 25 perc alatt ki tudod maxolni a warframe akár szólóban is. Na most mi tették ahhoz, hogy még effektívebben jöjjenek a Warframe-ben? Az enemik -erről csináltam is, volt egy videót, hogy Warframe Survivor, hogyan survivorozzunk, és már is emlékszem a címére, Uh, rá lehet keresni. Uh, tulajdonképpen egy survivorben jó, ha használsz animal instinctet. Esetleg a húzandó warframe-ednek idéglesebb beteszed az enemy radart, uh, ami konkrétan azt hogy az enemiket alert módba rakja, akik a térképen, a látókörben benne vannak uh, a warframe-nek, amit xp zzel alert módba rakja, és folyamatosan jönni fognak rád. Van nálad egy erős kard, uh, nálam most ugye a galantín volt, és um, darálod őket, darálod őket, magyarul te vagy az, aki az XP-ket gyűjti, a killeket gyűjti, és esetleg aki még veled van és fegyver XP-t tolnak, akkor ők is nyernek azzal, és te is nyersz azzal, hogy te vagy a, az, aki az XP-t csinálja. Nos, Ezáltal tényleg egy 30 percet lehet húzni. Na most ugye itt jönnek, jön néhány probléma, ugye. Smith nem biztos, hogy lesz, uh, 40 platod nem biztos, hogy lesz, Affinity Boosterre, és uh, a Naramon sem biztos, hogy ki van húzva. Na most ez, azt, azt nektek javasolni erre, hogy hogy választhatok ki, például időnként szokott lenni a Warframe ilyen dupla hét, XP hétvége, stb. Tehát válasszatok ki egy ilyen hétvégét, vagy tudjátok, hogy na most én ebbe a három napval ráfekszek a farmolásra, biztosítasz magadnak 40 platot, biztosítasz magadnak 3-4 olyan um, warframe-et, ami, amiről tudod, hogy hú, hát ezeket ki kell xp-zni, le kell formázni, mondjuk tudod, hogy van mondjuk egy kromád, egy frostod, egy, egy inaroszod, nekroszod, most mondtam valami tök mindegy, és ezt a négyet neked most ki kell húzni, és le is kell formázni, nem is egyszer, kiválasztasz -e egy ilyen napot, amikor te ezt megcsinálod, biztosítod magadnak azt addigra, hogy hogy a naramon feloldod és az első um passzívját, ugye, ami affinitív uh, bónuszt ad, azt is feloldod, legalább első szintűre, hanem véglegesre, és amikor ez így mindössze el, szereztél magadnak egy Smith-a kavatot, az se ilyen túl bonyolult dolog azért szerezni, viszonylag olcsón kapsz rá um, blueprintet, és akkor megvan az xp setupod. Na, Ramon, Smith-a, 40 placs, kiválasztod, na most, mit tudom én, van egy hétvégém rá, és fogod, és akkor így helyből mind a négy Warframe-et kiformázod, ki-XP-zet, ki-XP-zet, hogy ne az legyen, hogy így potyára elmegy mondjuk az affinity booster, amit megkapsz. És nem beszél arról hogy sokszor bejelentkezésnek is kapunk affinity boostereket, van, hogy maga a trader is az affinity boostereket, szóval ilyen uh, időről időre te tudsz magadnak szervezni egy ilyen xp-zős... Um, napot, konkrétan amikor minden fegyver, minden Warframe-et éppen akarsz ki tudsz húzni, és a lényeg az egésznek, hogy nem töltesz el vele túl sok időt az xp -zéssel. A másik jó dolog, őszintén szóval én nem vagyok nagy híve az xp tehát én annak vagyok a híve, hogy játszok a warframe mert hogy úton, útfélen a játék közben, mikor még nincs agyon modolva, adon formál, kiderül a warframe az adott gyengesége, erőssége, vagy éppen az, hogy én hogy szeretek játszani vele, és az egyik legjobb módszer erre, hogy kiderüljön, úgy gondolom, hogy egy survivor, egy survivor sok minden um, kijön a, a warframe-eknél, hogy mely, mi a gyengé, mi az erőssége. Természetesen sokszor el is tolódik egy olyan irányba a modulásod, esetleg a inkább Survivor-re jobb, és mondjuk -e a warframe maga defense-re termett. De mivel hogy survivor on xp tett ki, így aztán lehet, hogy a modulásod inkább arra megy. Viszont amit én tapasztaltam hosszú évek alatt a warframe az, hogyha a survivor vörösebb buildet csinálsz mondjuk, és nem defenzesebb defendre való bildet, akkor Survivor nagyon jó hely tud állni egy defenden is. Szóval um, így is le lehet én és az szúr az egy Survivor, igaz, Infested Survivor, de mivel hogy ott leszel, és játszol, és te XP-zel, te kardozol, ki tapasztalatod esetlegesen, hogyha egy olyan borcsémről van szó, amit most először uh, kezdesz el vele játszani. Szóval megvan a maga előnye, egy nagyon hatékony módszer, és még egyszer mondom köszönöm, srácok, hogy megmutattátok, ez, ez, ez tényleg jó, és tényleg uh, sok időt lehet vele uh, megspórolni. A kérdés, hogy például működne-e vagy működne más szerver vagy pályákon is, több mint valószínű, hogy ugyanez a módszer működne is. Az Infestet praktikus, mert ők jönnek hozzád, a többi kevésbé, mert lőnek távolról, ha így lehet mondani, de a módszer működhet. A lényeg az, hogy, hogy talán egy Animal Instinct, enemi radar uh, ilyesmikkel sokkal hatékonyabbá tudott tenni az enemit, hogy jöjjenek felé, és jöjjenek. Viszont ugye. Uh, a lövős enemi kell egy adott ponton probléma van, de 20 percnél többet így se úgy sem nagyon fogsz benn maradni, úgyhogy annyit kibír bármelyik um, Warframe különösebben durva um, modolás nélkül. Nos, srácok, ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot a klántársaimnak, és ha tetszett a videó, akkor még egy lájkot, tudom, tudom, nem lehetne. Facebook, stb. Köszönöm a figyelmeteket következő videóig. Sziasztok!